Mennyi hol szokott esni egyébként tonnába egy családi ház elé, engem ez nagyon-nagyon-nagyon érdekel. Hát attól, hogy afrikai családi ház, vagy észre. Már megint afrikai. Jogos. Sziasztok! Ez itt a Kertek halloweeni külön kiadása. Ma nagyon-nagyon szellemesek leszünk, úgyhogy ezért is hoztam el a szellemírtómat, ami egyébként egy lombfújó. Úgyhogy hát mivel Gábort megszállta ez a szellem, én most gyorsan ki is írtam. Tessék, írtalak. Ha-ho, sziasztok! Tóth Gábor vagyok, ez itt a Kertek című halloweeni kiadású műsor. És ha már hó, akkor legyen Lukács Zoltán a horgász. Igen. Szakértőnk, de nem horgászunk, nem marakodunk, pedig ez egy hómaró. Mit lehet tudni erről a hómaróról? Fogadjunk, havat lehet vele marni. Tehát ő egy Honda H550-es hómaró, igazság szerint 33 tonna per órát tud megmozgatni. 33 tonna per órát, hova lehet ennyi szükség? Mennyi hó szokott esni egyébként? Manapság 10-20 centi átlagban. Talán. Az mennyi tonna? Inkább, tonnában inkább. 10-20 centi, az mondjuk, hogyha 23 hány és fél centi, mondjuk egy nem, 240 négyzetméteres területen 23 és fél centi hó esik, akkor az tonnában hogyan fejeznéd ki, Zoli? Hát az... Akár egy matematikai is tanulmány lesz, és arra lehet jelentkezni. De nem, szóval... Ez egy átlagos felhasználás. Igazság szerint ide Magyarországra bőven elegendő egy ekkora hómaró. Nyilván az Alpokban, nyilván magasabb tájakon, ahol sokkal többet esik a hó, de nagyobb gépek kellenek. És ez ide Magyarországra. És esik a hó? Hát oda elég ez. Oda elég. És hogyha már most hómarásról beszélünk, tehát ő hova sorolandó hómarók családjában a baby hómarók, tehát hogy ugye a lakossági felhasználásra készült hómaró, vagy ő már egy professzionálisabb hómaró? Hát ő egy belépő szintű, de hát itt a Hondán a belépő szint is egy fél profit jelent, úgyhogy 5 lóerős motorja van, itt 160 köbcentis 5 lóerős motor. 5 lóerővel habzsolja be a havat effektíve, és igen. Gondolom az az első rész, ahol kis... Igen, oda kell beletolni, a hóba. Hogy... És akkor ő ott a lapátok, a hómaró lapátok, amik elől vannak a kamera, szerintem az látja, pörög szépen az a lapát, és úgy majdra ki is. Ja, de nem, én erre gondoltam, erre hogy fújja ki, igen, és ezt lehet állítani bármilyen szögbe, bármilyen magasságba. Hogyha én várjál, dobja a havat, igen, ő nem megeszi. Na, ezt akartam kérdezni, tehát én azt gondoltam, olyan, mint egy Honda fűnyíró, fogom, levágod, és akkor itt is igaz, hogy a hóból visszajutnak a tápanyagok, tehát akkor a biotrágyát tudok készíteni így. De hogy egy értelmes kérdés is elhangozzék, hogy a fánál leesett a hó, és szeretnénk a nem hasznos részeken, tehát ahol nem lehet síelni, szánkózni, onnan áttenni a havat esetleg lehet oda. Hát csinálj, a szánkó alól minek vennénk ki a havat, Gergő? Igen, mert akkor nem tudom szánkózni. A szánkó alá rakjuk azzal, hogy ott, ahol bokros, fás és nem tud szánkózni, ott elmarjuk és oda szívjuk. Hát ahol betudjuk onnan szedni ki. Igen, tehát ahol betudjuk tolni. Tehát úgy értetted, hogy a normafáról, az egész normafáról össze tudjuk egy gyűjteni egy helyre ezzel, ahol tudunk egy szánkópályát csinálni. Igen, mert úgy szokták kialakítani. Megoldható lenne nyilván. Nem erre van kitalálva. Igen. Tehát a lényeg az szerintem, amit de tartodok, hogyha akarjuk, akkor működik erre is. Akár igen. Hát a kürtő, ugye azt nevezi kürtőnek, ahol kijön a fölmarkó. Hát akkor őt úgy kell beállítani, és hogy... És kiköpi, ilyen 10 igen, méter. Igen, oda köpi, ahol szeretnénk igen, szánkozni. Igen, tehát ezt tudjátok állítható, igen, ezt akartam igen, ezt tudjátok forgatni, tudjátok a magasságot szabályozni vele, és azért így kijön a 15 méteres. Sőt, ezzel hócsatázni is lehet, tehát nem kell gyúrogatni effektíve a cuccot, hanem van ilyen, igen, mind a kettőtöknek van ilyen, akkor egymásra irányítva, ugye gyönyörű szépen hócsatázni is lehet. Itt azért mondjuk el a kedves nézőknek, hogy ez persze csak vicc, és egymást ne fújjuk le. Nem, mert kavicsot is föl tud szívni, úgyhogy azért az meg... Igen, hát az az erőteljesen, ugye az nyert. Beolpad a homlok aztán. Igen, igen. Tehát van rajta egy kis gyújtáskapcsoló, azt ugye, ha be akarjuk indítani, bekapcsoljuk,
van előtt egy benzincsap, mint a megszokott összes szinte Honda gépnél egy benzincsap, amit kinyitunk, amit mindig el kell zárni, hogy befejeztük a munkát, van egy szivatókar, a hidegindító kar. Kihúzzuk és megrántjuk a gépet, és elvileg, hogyha van benne olaj, van benne üzemanyag, akkor be is fog indulni első rántással üzemanyagtól függően. Beindul, és úgy gyakorlatilag fix fordulatot. Igen, és azzal a karral tudjuk beindítani a marást. Itt van hozzá egy ilyen, hogy esetleg nem tudnád a társadat megfelelően meglőni ezzel a hóval, akkor még mindig van egy B-terv, tehát akkor még mindig tudsz nyerni. Így van? Igen. Tehát, hogyha rövid a kardot, told meg egy lépéssel, azt szokták mondani. Egyébként, na mire lehet az? Hát én azt gondolom, hogy gondolom takarítással, vagy tisztítással, vagy éppen a kavicsoknak a ki... Ha elakadtam kürtőben a hó, ott van egy piktogram, van egy piktogram, onnan lesek. Tehát, hogyha ott elakadt a hó, akkor ezzel érdemes. Igen, mert azért ez, hogyha fagyott vizes havat martok vele, akkor azon a kürtőn akár be is tud fagyni. Pláne, hogyha ott hagyjátok több órára a gépet üresen. Vagy olyan hideg van esetleg, ugye? Igen, akkor melegben nyilván nem fog tudni belefagyni, tehát ez ezzel kell kitömködni, hogy a levegő gondolt. Egyébként tehát magának ennek a gumibotnak gyönyörű szépen kialakított, rendszeresített helye van, tehát abszolút módon biztonságosan föl fogjuk tudni helyezni. Nem és van ott egy picike ablak egyébként, ahol a kis pókot lehet látni, van egy kis nyíl, rámutat a pókra. Ő például milyen nyílása? Az a gyertyának a... Tehát, hogy a gyertyát tehát akarunk ízik, cserélni. Tehát a gyertyát akkor itt is gyújtó. A gyertya, a gázoló és dízel autóknál van. Ő benzines. Bocsánat. Nem mondtuk el. Jó volt. Négy ütemű benzinmotorral működik természetesen, mint minden Honda gép. Gyújtó gyertya fedele, hogy könnyen hozzáférhessünk egy akár egy esetleges cseréhez vagy tisztításhoz. Leszedjük azt a fedelet és kicsavarjuk. Nyilván ő a benzintank, ugye? Tehát igen, ez a nagy, ugye ezt első lehet téveszteni. Mekkora tankja van neki? Hát ennek 3 literes tankja van, úgyhogy közel... 3 literes tank, 5 kW-os, ugye azt mondom, bocsánat, 5 lóerős. 160 köbcent is. Igen, ezt mindig keverem ezt a kettőt. Igen. És tehát, hogyha van, én teleöntöm a 3,6 literes tankját, és a full teljesítményen járatom, és lövöldözöm a havat, a Gerinek a sípáját építve, vagy szánkópáját építve, akkor mennyi időn keresztül tudja ezt a munkát elvégezni ő? Hát körülbelül másfél-két órát. Másfél-két órán keresztül? Tudom dolgozni egy feltöltéssel. Tehát másfél-két óra alatt én azt gondolom, hogy már azért el lehet. Egy sípáját. Na, nem készíteni. Azt is el lehet, igen, a normafán főleg, de... Hogy mennyi havunk van. De hogyha nem a normafán szeretnénk, tehát sokkal alacsonyabb körülmények. Na most azért ipari célra, tehát hogyha tényleg nagy méretekben gondolkodunk, azért Ez a legkisebb. Ő a baby homaró, ugye? Tehát innentől fölfele még mehetünk. Igen. Mekkora lehetőségek vannak ebben a homaróban? Tehát meddig tudunk följebb menni? Hát ez óriási. A kékes tetőig akár egészen. Van olyan gép, amit Európában nem is hozunk be. Hanem mert hogy nincs rá szükség, tehát olyan szinten nincs olyan kapacitású homaró. Milyen decibellem? 99. 99 decibel, ezt már mi a többi részben is elmondtuk. Ez egy férfias, tüsszentés, folyamatos hangja. Plusz-minusz néhány zörej, vasúti fékrendszer, gyártó gépgyárban működő gép, ami hangtompítóval van ellátva. Jó, ezt nagyon jól meghatároztuk. Szóval azt kell, hogy mondjuk, hogyha valaki nem szeretne havat lapátolni, meg sokkal több hóval kell elbánnia, mint amire egy szeretne lapát képes. Szeretne sípáját magának gyártani. Vagy éppen sípájával rendelkezik és szeretné karban tartani. Szeretné egy helyre terelni a havat. Itt a megoldás. Maga a Honda HS, még a neve is az, ugye? Hó... Savazó. Még mielőtt ez megtörténne, így Halloween alkalmával búcsúzzunk el minden élőtől, holtól, nézőtől, nem nézőtől, és aki nem néz minket, nézzen minket, ti nézők szóljatok a nem nézőknek, hogy nézzenek minket, és a következő részben találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!